Nagyon tiszta, nemes gondolat volt, hogy a gazdáknak, ami megterem gabona, egy részét felajánlják azért, hogy minden magyar embernek mindenkor legyen magyar kenyér az asztalán. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép, tiszta gondolat volt. Talán azt is mondhatnám, hogy kicsit azt éreztük az induláskor is már, hogy egy kenyéren vagyunk, osztozunk a sikerekben, kudarcokban, bánatokban, örömökben, és kiki a maga erejénél, lehetőségénél fogva annyival járuljon hozzá, amennyit a Jóisten neki megadott tehetségből, képességből és javakból. Azt gondolom, ez sikerült. 2011-ben indult, 10 tonna gabona gyűlt össze, most a Kárpát-medence szinten meghaladja a 600 tonnát, tehát több mint 600 tonna gabona gyűlt össze a múlt esztendőben, reményeink szerint jelentős mértékben meghaladjuk ezt a mennyiséget, és az adakozók száma, ami nagyon fontos, hogy egyre több ember kapcsolódik be, a néhány száz ember az első időszakban volt, aki adakozott, és ma meghaladjuk jelentősen az 5000 adakozót. És az a meggyőződésünk, hogy ezzel tudunk úgy segíteni, hogy valóban az összegyűjtött gabona, ami nagyrészt itt gyűlik össze, az itt marad Kárpátalján, azt itt az otthon számára biztosítják az itteni gazdák. De még a Kárpát-medence részéről összegyűlt gabonának egy jelentős részét is oda juttatjuk, ahol arra a legnagyobb szükség van. És ez legyen gabona, vagy van, aki pénzadománnyal járul hozzá, mert mi a gabonát megőröltetjük, és lisztformájában juttatjuk el a szükséges szenvedőkhöz. Aki egyszer életében szükséget szenvedett, aki tudja, életében egyszer megtapasztalta, mi az, hogy nincs, még betévő falat sem. Aki egyszer életében megtapasztalta, milyen az, hogy megalázzák, milyen a megaláztatás, milyen a keserű kenyér, amikor azt mondják neki, hogy a mi kenyerünket eszed. Azt gondolom, hogy azok az emberek, amikor megvan a lehetőség, ha kevés is, de tudja, hogy abból egy falatot, egy kilót, egy mázsát, egy tonnát, amennyi neki van, azt jó szívvel odaadja, mert tudja azt, hogy ezzel segít. Így vagyunk mi az anyaországban is. Ezért van ez az összefogás, ezért van az, hogy a Magosz most átvette az alapítvány irányítását, új kuratórium van, Kárpátaljáról is van kurátor az 5 fős kuratóriumban, Erdélyből is van, tehát arányosan nem szavakban, tettekben működünk együtt. És ez az üzenet, azt gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy felelősséget vállaltunk és vállalunk egymásért. A mi alaptörvényünk úgy szól, hogy Magyarország felelősséget vállal minden magyarért, éljen bárhol a világban.